mi úgy készítettük, hogy ha ez egész évre nem működik. Jó, az elszámolás akkor meg lesz. Azt jelenti, hogy augusztus 31-ig ennek megfelelően kell a 8-12 részén is az, hogy majd pontosan mennyi vagy hogy, akkor tudjátok meg, amikor a sor. Akkor megkérdezem, hogy a mások részéről, aki ezzel egyetért, azt kérdezem, készülsz el szavazom most. Nem most a forintos összeg? 3700 körül, hogy valamit tudjuk. Akkor is annyi lesz, hogy összem tudsz más tenni, mert ezt kell működni kell. Augusztus 31-ig. Vagy akkor megnézzük pontosan. Igen, már akkor szavazott egy hangot, úgy látom. Rendben, köszönöm szépen, meg kell kérni, akkor erre szavazzunk. Augusztus 31-ig működtetjük, és az az összeg a 2.400-ig. Jó, hát a pontos szám most figyére. Aki egyetért vele, azt kérem készülni, hogy hagyjásod már kezeket, hogy jaj, hangul. Jó, köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk előfejeztés, a följegyzőség megállapodásának felülvizsgálatára. Megkérdezem, kíván esetleg edzőnő szólni ezzel kapcsolatban, van-e szóltani kiegészítője? Esetleg annyi, hogy részletesen leírtuk a költséget viselésének a szabályait. Ez egy évek óta kialakult rend, ezt fogadjuk most írásban. Ezt a főnézőséget, mint társulás, nem a társulási törvény, hanem az önkormányzati törvény szabályozza. És itt még tágabb lehetőség van, tehát nincsenek olyan megkötések, mint a társulási törvénynél, tehát minden, szinte minden a két önkormányzat megállapodásán múlik. Hogy milyen arányban, milyen feltételekkel járul hozzá. Egyedül a felmondás az van konkrétan rögzítve, hogy június 30-ig az erre vonatkozó döntést meg kell hozni, és csak január 1-től lehet följegyzőséget megszüntetni. Kérdés ezzel kapcsolatban. Vélemény. Milyen fogadás ez a szó? Rendben, köszönöm. Benk részéről van el. Nincs. Tehetem szavazásra, hogyha nincs esemény kérdés vélemény, egyébként is van a feladat kapcsolatosan. Aki elfogadja a követhetőség működésének felülvizsgálatát, és ezzel a megállapodás, az másik részésének készülési szavazom most. Egy hangot köszönöm szépen, a Benk részéről kérem szavazni most. Egy hangot. Köszönöm. Következő napjelenti pontunk. Előtte ezt is a polgármesteri hivatal 2011 évi költségvetési megállapodására, az annak szintén kiment, ezzel kapcsolatosan megkérdezem a pénzügyi bizottság elnökét, a pénzügyi bizottság javaslatát. Végül minden intézménynél meg tárgyaltuk, és két különösebb felvetés nem született, elfogadjuk, elfogadásra javasoljuk, egyetért. Köszönöm szépen. Van-e? Igen. Van-e? Elnézést, hogy ezzel kapcsolatban is. Vélemény. Már mi ezen kicsit vitatkozhatom. Én nem akarok itt végelni tételek sem ezeken a dolgokon, hogy mit, hogy, merre, mennyit. Én egyet tudok mondani, 2 millió forintot tudok erre az önkormányzatra fizetni. Tehát a hozzájárulásomat. Próbáljátok meg ennyiből kihozni. Ígérem, ha bármilyen plusz pénzhez jutok, tovább támogatom a Mándoki önkormányzatot. De az én költségvetésemben
per pillanat nem látok 3.800.000 forintot, akkor a összegekhez kell hozzájárulni a kapadériát illetően. Tehát ezek, amik ilyen adhatott dolgok. Nem, kötelező. Nem adható, kedveli polgármester, a másik nem a piac, amikor alkozunk, hogy adok és kész. Ez ki van számolva, ott van tételesen, hol, merre, mint, hogy most a 3.862.000 forinttal kell az önkormányzatoknak megnek hozzájárulni. A tavalyi 4.388.500 forint, ami ez is kevesebb a hozzájárás, mert itt is sajnos ugyanúgy a dolgozóktól visszalettek véve, csak a kötelezőt adjuk, akkor egy kicsit nagyon-nagyon furcsának éreném, hogy ezzel az összeggel majdnem még azt mondta, hogy 2 milliót és a taxik elő van kész. Én itt a szünetben elmondtam neked, hogy ez van, ezzel a számokkal, ettől lejjebb mások önkormányzata nem jön meg. Erre kértem az előbbi ülésen is, hogy játszunk tiszta lappal, hogyha az a szándékotok, hogy ebből is ki akartok válni, ki kell mondani, mert ez így nem megy, amit most próbáltok, hogy ennyit adok és kész. Itt az óvodán azt mondták, hogy mentek, ki kell mondani itt, hogy a önkormányzati résznél is nem kívántok mások önkormányzatot. Azért majd szembe kell nézni nektek is a benki lakossággal, ennek a képviselőtestületnek. De ez legnagyobb dolgotok. Én úgy gondolom, hogy mások képviselőtestülete ilyen, majdnem az, hogy megalázóan, hogy bekínálok 2 millió forintot, az ebből old meg, hát ez kicsit elvtelen, hozzám este ne haladjuk. De meg kéne a mások képviselőtársaimat is, én csak egy vagyok a képviselő. Kedves polgármester úr, én elmondtam, hogy ennyi pénzet. Na most, ha a szegény rokon nem kell, mert már nem tud fizetni, de ha te bebizonyítod, hogy tudok fizetni, fizetni. Ha te be tudod nekem bizonyítani, hogy nekem van, erre is 4 millió, arra is 4 millió, a másikra 5 millió, semmi akadály. Azért mentem el az óvodával, hogy megpróbálják az óvodánál esetleg valami pénzt megtakarítani. Lehet, hogy nem fog sikerülni, lehet, hogy rosszabbul jár. Benne van ebben igazad van. Ugyanezt kell csinálni akkor a hivatallal is. El kell akkor menni, ha kell, akkor mándok fel, hogy a felvállalom. Én felvállalom azt, hogy akkor mándok mondja, hogy ilyen megalázol, amit most bekínálnátok nekünk, akkor nem kell. Mondták, hogy nem valadja. Nekem az nem. Elnézés, polgármester úr. Tavaly ennek majdnem, sőt azt mondom, csak ennél az egynél több, mint egy 1,5 millió, az iskolánál több, mint 1 millióval kell kevesebbet fizetni, tehát sorolhatnám végig 1 millióval. Arányában kisebb kaptatok kevesebbet az államtól, mint mi. Mert ti mit 4 millióval kaptok kevesebbet, mi meg 41 millióval, mert körülbelül olyan 10% a lakosság aránya. Nem vagyunk könnyebb helyzetben. De egyet tudok, Mándok település pénzéből azért, hogy ezt csináljuk, akkor nem szabad. Nem szabad. Tessék valakit előtt. Tessék igazat. Szóval én már egyszer elmondtam az iskolánál, hogy bizonyos mértékű szemléletváltásra lenne szükség. Megítélésem szerint az egész benki képviselőtestületnek, mert szóval olyan szempontból értem ezt a szemléletváltást, hogy van feladat. A feladat egy kötelező feladat. A feladatot el kell látni. A feladat ellátásához egyértelműen le van faragva a költség. Hát szóval nem mondhatom azt, hogy ennyi van meg, mert mondom, hogy hát mi is mondhatnánk, hát most nevezem meg, nem mondom meg az összeget, mert ugye a következő napi rendi pont lesz, és Mándok képviselőtestületére tartozik, de kemény hitelfelvételre van szükség a Mándok településnek ahhoz, hogy ellássa ezt a kötelező feladatait. Hát bizonyos mértékig, arányaiban, még ha hitelfelvételre kerül sor benken, akkor sem lesz arányaiban nagyobb, mint amit Mándok ugye felfoglalni. És azért mondom, hogy szemlélet, tehát ítéljétek már meg olyan szemüvegen keresztül, hogy feladatok vannak, kötelező feladatok vannak, ez pénzbe kerül. Az egy másik dolog, hogy az egész országban ezt a pénzt nem biztosítják, de ezt meg kell oldani. Tehát én még egyszer, harmadszor mondom, szemlélet, próbáljunk már másképp. Elnézést, akkor
vissza, ugye parancsolják, és tisztára lehet. Úgy kötelezőjegyzés, de nekünk is gondolkozunk kell, mert vannak itt dolgok, nekünk még nem igazán látjuk, tehát nem teljes részletességgel érkeztek a dolgok. Nem tölt össze a világ, nincs itt még nem történt semmi, nem is épp az előzőről beszélünk, hogy nem tűnt egymás bántani, mert teljesen felesleges. Azt, hogy most, hogyha a születék határozat, az is jó, az lenne az igazán jó. Ha nem volt, hát akkor sem tölt össze még semmi, de nekünk még tovább kell gondolkozni. És azt hiszem, mert valamilyen szinten azért nem kevés dolgokról szó. Tehát nem kell itt mindjárt a gyárazon lolabolni, hogy hát na mert most már akkor ezután nem működik semmi, mert így vagytok, mi vagytok. Próbáld úgy hozzáni, legalábbis részemről, meg szerintem a testet is ugyan. Lehet, hogy vannak olyan szavasználatok, ami félre értelmezhető, aztán most mondjam ezt, hogy hát értsük jobbra, talán rosszul mondom, de az elsődleges szempont mindenkit részünkről is az, hogy a kötelező feladatokat ellássuk. A másik dolog az, hogy megegyezés szülesen, de nekünk egy elvítom, hogy időkkel. Tehát vannak itt még van dolgok, amit át kell beszélni, mert igenis vannak itt olyan tételek dolgok, amit mondta a polgármester, hogy nem kell a terék, nem mennék rajta a terék, mert még hiányoznak dolgok. Tehát azért a mi oldalunkat is próbáljuk megérteni. Rendben, köszönöm szépen, tessék a mondságát. Ha most annyira visszatekintek, hogy nem szakadott el az óvodától, hogy a Mányoki óvoda műszaki tartalma, és a Benki óvoda műszaki tartalma milyen, akkor azt mondanám, bár a Mányoki óvoda műszaki tartalma nem olyan, mint a Benki óvodái. És önök most bele akarnak venni, csak azért, mert a polgármesterük az ő szavaival meg akarja mutatni Benknek, ezt mutatok el, hogy ő Benken felújítja az óvodát, ami jelen helyzetben szükségben. Igaz, hogy most a tűzoltóság írt elő egy dolgot, ami megoldható körülbelül maximum 300 000 forintból, de ezzel szemben olyan dolgot akarnak végrehajtani, ami az önök kondíciójában meghaladja. Én felvállaltam azt, hogy kimertem azt mondani, mint képviselő, ismerve a Mándokvárosnak a költségvetését, ismerve az óvodának a mindennapjait, hogy ne menjünk bele hitelbe, és ne menjünk bele az óvoda felújításába. Ez olyan, mint mikor valakinek saját magának le kell valamiről mondani. Annak ellenére, hogy nagyon-nagyon szükségünk lenne rá, Mándok nem megy bele. De azért, hogy Mészárosban is polgármester, aki büszke a októberben, amit választottam, és mert tudnának hozzá is egészséget kívánok, és azt mondja, hogy meg fogom mutatni, hogy ennek lesz ilyen óvodája, akkor kezdeni. Köszönöm szépen! Rendben, köszönöm. Egy dolog van, ez az ő... Jó, csak arra gondolom, hogy... Azt kell látni, van itt a hivatal egy hozzájárulás, ettől a Mándok város önkormányzata egy tapottatható lejelentésen. Ez az utolsó szám volt, amit pénzügyi bizottságon végigmentünk, hogy mégis hogy mennyi, ettől lejjebb nem tudjuk vinni ezeket a számokat. Igen. Elnézést. Parancsolj. Ugye azért valamikor volt arról szó, hogy hát jól lenne azt a Benki óvodát. Jó, egy pillanat, túl vagyunk rajta, el kell felejteni, hogy a hivatalok beszélünk. Jaj, mert az óvodában. Nem, a hivatal, az a ti dolgotok mindig azt tudjuk meg azt csinálni, hogy jól látja, most a hivatali számok vannak. Előttetek a 2011 éves hozzájárulás. Most. Szeretnék visszatérni a kafetériára, azt mondta a polgármester úr, hogy ez jár. Nem jár, kötelező. Köztisztviselőknek kötelező. Tehát mi is önkormányzati dolgozók vagyunk is vár. Közalkalmazottak. A kettő között különbség van, ezt tudjuk. Köztisztviselők meg közalkalmazottak. Egy a közalkalmazott adható köztisztviselőnek jár. Törvény így írja. Talán még Lenke benne voltál, és tudjuk fel. De ha te sem a policiaesetről ismertes már. Végül is most nem tudom már, mi a törvénynek, ezt ki tudják. Hát de itt voltál. Tehát hallgassuk, hogy ezt mondja el a végén. Ezt akartam kérdezni, nem? Akkor lehet, és van még másképp, tessék parancsolni. Csak annyi, hogy ez kötelező, mert polgármester úr azt mondta, hogy kötelező, nekünk is járna, csak nem
igaz? Nem. Én arra mondtam, hogy a köztisztviselőnek kötelező, a közalkalmazottnak meg adható. És ez a kettő az nem ugyanaz, sajnos.